Ennél a háznál a tartályigénylés feltétele megvalósul, ugyanis a vízelvezető csatorna szépen az épület mellett fut le hátra az udvarba. Dabi József 3 évvel ezelőtt vett egy tartályt, abba csurog az összegyűjtött csapadék, most pedig a kialakítás miatt egy másik tartályra is pályázhatott. Ezt 11-én vehette át a Gemcsarnokban a polgármester úrtól. Jó, ez a tartály. Van egy kis munka vele, de amikor kiépítette az ember a gyűjtőrendszert, kell beletenni egy szűrőt, mert a falevelet meg mindent beleviszi, akkor utána nagyon jó. Kevesebb, ugye nem kell az ivóvízzel locsolni, hanem ezzel meg lehet oldani a kertnek a locsolását, és még ki se folyik az utcára. A család azóta az esővízzel locsolja a kertet, József szerint ennek köszönhető, hogy ilyen szép paradicsomai nőnek. Ugyanis az égből hullott csapadék hatására szerinte sokkal szebbek a növények, hiszen nem a klóros csapvizet kell használni a öntözésre. Nagy öröm számára, hogy a kert terméseit unokái is előszeretettel fogyasztják. Az önkormányzat mindenkit arra kér, hogy kövessék ezt a példát, ugyanis idén júniustól már a családi ház tulajdonosának a feladata, hogy megoldja a csapadékvíz elvezetést. Jogszabály szerint az a helyes csapadékvíz elvezetés, hogyha az ingatlanról, a telekről nem vezetjük ki közterületre, legyen az járda vagy az úttestre, árokba a csapadékvizet, hanem mindenképpen a telken gyűjtjük vagy szikkasztjuk. Józsefnek is az utcára folyt az esővize, de vette a fáradtságot és saját maga nekilátott átvariálni az elvezetését. Elmondása alapján ez se sok pénz, se időt nem vett igénybe. Az önkormányzat a családi övezetek támogatásaként egy pályázatot írt ki, amelyet gyűjtőkonténereket vehetnek igénybe, kivétel a szőlőhegyi présházak esetében. Első körben tavaly novembertől idén január közepéig közel 200-an igényeltek csapadékvízgyűjtő tartályt. Ennek több mint a fele volt jogosult arra, hogy kapjon tartályt. És most, mivel ekkora sikere volt ennek az akciónak, tovább folytatjuk, tehát folyamatosan lehet majd igényelni ezt a tartályt. Akik januárig beadták az igénylést, azok között már elkezdődött a kiosztás. Első alkalommal 15 ember jutott hozzá, innentől kezdve pedig minden hónapban 10 ember kapja meg. Akinek pedig még nincs, de szeretne hozzájutni az 1 köbméteres műanyag tartályhoz, az a városüzemeltetési irodában jelentkezhet személyesen.